Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 1-én péntek este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! 100 év megyei filmtermése egy előadáson a Kunidom Okos Múzeumban. Zenei és prózai műsorral készültek a Színi Tanodába felvételizők Tatabányán. Ismét jótékonysági céllal várja Környe a megunt könyveket. Véget ért a szarvasnász, már az erdők hetére készülnek a Vértes erdőnél. A zene rendet teremt a csöndben, ünnepi koncert a Tatabányai Múzeumban. Törőcsik Mari, Garas Dezső, Jávor Pál, csak néhányan sok száz hazai és nemzetközi színész közül, aki Komárom-Esztergom megyében filmforgatáson járt. Az elmúlt 100 esztendő filmtörténeti különlegességeit Csertek István sok éves munkával tárta föl, előadásában most a Tatán készült filmekre helyezte a hangsúlyt. Tata természeti adottságait egyre több fotós fedezi fel napjainkban, azonban jó pár filmkockának is elengedhetetlen helyszíne volt már a város. Az elmúlt évszázad mintegy 300 megyei vonatkozású jelenetét gyűjtötte össze Csertek István filmkutató, amelyről egy előadást is tartott a Kunidom Okos Múzeumban. A mozgóképekben és fotókban gazdag bemutatón az érdeklődők többek között Dési Alfréd nevével is megismerkedhettek. A filmrendező ugyanis már 1917-ben kiszemelte a tatai helyszíneket, nem véletlenül a forgatókönyvíró ugyanis a helyi színházban is játszott. Dési Alfréd volt, aki mindezt tudta egyébként a Tata környezetéről, és hát ismerte a kastély összes titkát, a kert összes titkát, a park összes titkát, ezeket a titkos malmokat, csobogókat, gyakorlatilag ő mindent tudott erről a dologról, és hát el is képzelte ezeket, amikor filmforgatásokra került sor, hogy hát ebben meg ebben a filmben milyen jó lenne. És hogy nem akárkivel kezdett, egyébként csupa nagyoknak a műveit állítatta egyébként színpadra, illetve filmre, és hát valóban az akkori legnagyobbakkal kezdett el dolgozni, többek között akkor még Magyarországon volt Lugosi Béla, akit aztán később világhírű Drakulaként ismertünk meg Amerikából. Többek között az első filmben Lugosi Béla is szerepelt egyébként itt Tatán, és hát elkezdődött egy hosszú sorozat, mert hogy 1917-ben a filmtörténet szerint már 4 filmet forgatott itt a kastélyudvarban, aztán sorra jött a Kiskastély, az Angol kert ebben a mi általunk ismert helyszíneken, és hát elindult egy hosszú folyamat, amelyben egyébként Dési Alfréd Petőféről is forgatott egy óriási monumentális filmet, amelyben 10 000 statiszta szerepelt, a kor legnagyobb művészei játszhattak filmszerepet, és hát aztán ennek se vége, se hossza nem volt, mert az elmúlt 100 év gyakorlatilag azt tudta bebizonyítani, hogy Tata Komárom-Esztergom megyében az első számú forgatási helyszín, és hát rendezők sokasága jött nem csak Magyarországról, hanem akár Amerikából is ide ebbe a gyönyörű városba. Újra várta a tehetséges diákokat a Színi Tanoda Tatabányán a Puskin Művelődési Házban. Idén többféle műfajban mutathatták meg a jelentkezők tehetségüket, legyen az zene, tánc, ének vagy akár próza. A beiratkozás folyamatos, így aki lemaradt a felvételiről, még bátran jelentkezhet. Néptánc, balett, step és ének. Csak pár foglalkozás azokból a képzési tárgyakból, amelyekkel megismerkedhetnek a jelentkezők a Puskin Művelődési Házban október 8-án kezdődő Színi Tanodában. Kezdeményezés az már elég régóta megfogant a fejemben és a szívemben. Én Budapesten nagyon sokat tanítottam ilyen színházi közegben, illetve ugye gyerekeket énekre, színészmesterségre. És amikor a családommal hazaköltöztünk Tatabányára, akkor úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy saját magam is indítsak egy ilyen iskolát. Egy nagyon kedves kollégám, aki szintén oktatni fog, Békefi László, ő budapesti színművész, illetve Légárt Dániel, ő pedig a néptáncot fogja egyelőre oktatni. Következő fél évben pedig balettot is fognak, és hát sok olyan dologgal készülök, ami még egyelőre titok és szervezés alatt van, de lesznek olyan meglepetések, nyilván személyek is, akik esetleg ismertebbek, illetve nagyon sok fellépés és megmutatkozási lehetőséget szeretnék biztosítani a gyerekeknek. Úgyhogy október 8. Az oktatási napot minden héten pénteken 16 órától 19 óráig tartják, de a jelentkezők számától függően bármely másik napon is lehetőség nyílik rá. Hát, hogy minek kell megfelelni?
tehetségesnek kell lenni valamiben, hogy ez a próza, az ének vagy a tánc, ez Isten igazából majd most fog kiderülni a felvételin, valamiben azért mindenképpen erősnek kell lenni, és aztán a többi dolgot az pedig felzárkóztatni. Készülünk féléves vizsgára majd, ami zárt körül lesz, és az évvégi vizsga pedig nyitott, tehát oda mind szakmai bizottságot, mind pedig szülőket és hozzátartozókat is várunk majd a nyár végén. Színészmesterség lesz tánc, ebből nagyon sokfélét tervezek, az első fél év anyaga az a néptánc, a következő fél év vélhetően a balett lesz, de én szeretnék a steptől a musical táncon át nagyon sokféle stílust. Én fogom tartani a zenés mesterség órákat, illetve az ének, magánének órákat, úgyhogy egyelőre így ebből fog összetevődni a tanmenetünk. A későbbiekben is tervezik felvételi napok meghirdetését, így aki szeretne még, bátran jelentkezhet. Ötödik alkalommal kerülhetnek új gazdához a régi könyvek környén. A Települési Művelődési Ház és a Községi Könyvtár közös szervezésében szeptember 28-tól vehető igénybe az antikvár egészen október 12-ig. A kezdeményezés részeként díjmentesen válogathatnak a látogatók a kötetek közül, az esetleges adományok pedig a helyi Vöröskeresztet segítik. Találtam egy könyvet, amit elviszek. Már több mint 100 könyv talált új gazdára környén. A település ötödik alkalommal hirdette meg az antikvárt a helyi művelődési ház és könyvtár szervezésében. A felhívás minden évben nagy sikerre tesz szert, hiszen az érdeklődőkre ezres nagyságrendű kötet vár. A folyamatosan frissülő repertoárból ingyenesen válogathatnak az olvasni vágyók, azonban adomány bármikor felajánlható, az így befolyt összeg a környei Vöröskereszt munkáját segíti. Gyakorlatilag rengeteg felajánlás érkezett a művelődési házhoz és a könyvtárhoz. Hagyatékból maradtak könyvek, illetve költözésnél kiderült, hogy már az új lakásban nincsen helyük, és az emberek nem szívesen dobják ki. Ezeket a könyveket mi örömmel fogadjuk be, és évente két alkalommal nem közszemlére tesszük, hanem közkívánatra gyakorlatilag elrendezzük az asztalokon. Abszolút díjtalanul, mennyiségi megkötés nélkül lehet ezekből a könyvekből válogatni. És hogyha valaki úgy érzi, hogy pár forintot mégis megér neki az, amit éppen talált, akkor van egy adományládánk, abban gyűjtjük ezeket a forintokat. Azt kell elmondani, hogy nagyon jól működik, tehát többszörösen is jótékony ez a kezdeményezés, hiszen olyan emberek is mondjuk olvasási élményhez juthatnak, akiknek nem engedi meg az anyagi források, hogy új könyvet vásároljanak, tehát látjuk, hogy jönnek nagy családosok is, válogatnak, illetve ritka kincseket is találnak, és nem mellesleg minden egyes alkalommal ilyen 40-60 ezer forint gyűlik össze. Október 12-éig várja a könyvszeretőeket az antikvár, minden nap 10 és 17 óra között itt a nagyteremben. A világirodalom remekei gazdagon megtalálhatóak a környei könyvtárban, de gyermekeknek szóló olvasmányt, szakácskönyveket, szépirodalmi és ismeretterjesztő köteteket, vagy akár ponyvaregény felajánlásokat továbbra is szívesen fogad az intézmény. Nem mindennapi koncertet adtak az elmúlt hetekben a gímszarvasbikák hazánk erdőiben. Szeptember a szarvasbőgés időszaka, kis szerencsével a különleges élménynek az erdőlátogatók is részesei lehettek. Ehhez igyekszik hozzájárulni minden esztendőben a Vértes Erdő ZRT, vezetett túrákat szerveztek a természet szerelmeseinek. Szerelmes gím szarvasbikák hangjától zengtek az elmúlt hetekben hazánk erdei. A szarvasbőgés nem csak vadászberkekben ünnep, sok civil érdeklődő csalogat az erdőbe minden esztendőben. A Vértes Erdő ZRT munkatársai ezt a fokozott figyelmet igyekeztek kiszolgálni. A szeptember ugye a szarvasbőgés időszaka, ekkor szervezzük a szarvasbőgés hallgató túráinkat. Fontos megjegyezni, hogy az erdő látogatást ilyenkor nem korlátozza a Vértes Erdő. Másfél nap alatt be is telt az összes időpont, tehát 9 időpontot hirdettünk meg eredetileg, aztán végül is akkora volt az érdeklődés, hogy még egy plusz időpontot is beiktattunk. A bőgés időszakát és intenzitását számos tényező befolyásolja, így az időjárás, a táplálék mennyisége, de még a terület zavartalansága is. A szarvasnásszal felbojdul a természet, a hárem bikák és versenytársai között olykor komoly küzdelem veszi kezdetét a tehenek meghódításáért. Amellett, hogy minden bőgési időszak egyedi, mindegyik
még tartogat, vagy tartogatott újdonságokat, tehát az idejéről is ugyanez mondható el. Ugyanolyan volt, mint maga az időjárás. Egymást váltogatták a kánikulával töltött napok, illetve az esős napok, és ez rányomta a bélyegét a bőgésre is. Sok esetben éltünk át olyan élményeket, hogy a gyenge hajnalok után meglehetősen dinamikus estéknek lehettünk szemtanúi, úgyhogy én azt gondolom, hogy átlagban egy viszonylag jó bőgést tudhatunk magunk mögött, és ugyanezt halljuk vissza azoktól a civilektől, illetve azoktól az emberektől, akik nem fegyverrel, hanem szemlélődőként, fotósként látogattak el hozzánk, és töltöttek el egy-egy estét vagy hajnalt valamelyik rét szélén. A vértes erdő kezelésében álló területeken a szarvasnász lecsengésével sincs vége a bárki számára nyitott programoknak. A természet szeretőket október 4-e és 10-e közt az Erdők Hete programsorozat várja. Országszerte vezetett túrákat, terepi foglalkozásokat, játékos vetélkedőket szervez az Országos Erdészeti Egyesület. Térségünkben többek közt az Agostyáni Arborétumban készülnek ingyenes szakvezetésekkel. A Tatabányai Múzeum egész évben változatos programokkal várja a látogatókat. Az állandó és időszaki kiállítások mellett számos rendezvénynek is otthont ad a múzeum. A Zenevilágnapja alkalmából ünnepi koncertet adtak Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai. A múzeumok őszi fesztiválja programsorozat részeként tartottak előadást szeptember utolsó napján a Zene Világnapja alkalmából. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai a Tatabányai Múzeumban. Egyrészt nagyon sok személyes kapcsolatunk van, nagyon hosszú évek óta a zeneiskolával. A tavaszi fesztiválok kapcsán már nagyon-nagyon hosszú időre visszanyúlik a múzeum és a zeneiskola együttműködése. Egy véletlen szerencse, de az átépítés után a múzeum aulájának fantasztikus lett az akusztikája, és ez az akusztika, ez igazából vonza hozzánk a zenészeket, aminek persze nagyon örülünk, és nagyon szívesen adunk helyet ezeknek a programoknak. A járvány miatt most sorra maradt el több koncert is, és hát ugye bezárni kényszerültünk mi is. Nyilván máshol sem valósultak meg a zenés rendezvények, úgyhogy én azt hiszem, hogy már úgy tényleg mindannyian ki voltunk éhezve arra, hogy végre élő zenét halljunk. A fellépők igyekeztek minél színesebb zenei palett tehát megmutatni, így a barokkortól egészen a mai zeneszerzőkig nyúló szerzeményeket mutatták be. A mai nap hallhattuk ugye a vonósokat, abból is ugye a hegedű, a brácsa, a cselló, és hát a fuvola kapott még főszerepet. Nagyon örültünk, hogy 430 növendékkel meg tudtuk kezdeni a tanévet, és néptáncosaink is vannak, 20 kis tanuló. A legnépszerűbb azt hiszem, hogy a zongora, és ezek után még a fuvola, a klarinét, a szintetizátor, gitár, úgyhogy vannak népszerű hangszerek. A lehetőséget szeretnénk biztosítani így a város lakosságának is, tehát hogy nem csak a zeneiskola falain belül tudjunk muzsikálni, hanem itt a múzeumban, ugye már 8 éve közel a kolléganőm Laskajné Erzsike szervezi. A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom megyei igazgatósága 2021. október 7-től kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet az Oroszlányi kormányablakban. Az érdeklődőket minden csütörtökön 9 és 14 óra között várják. Az igénybe vehető szolgáltatásokról az önkormányzat internetes platformján bővebb információt találnak. Fontos, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálaton készpénzes és bankkártyás fizetésre nincs lehetőség. Az Idősek Világnapja alkalmával szerveznek programokat Kecskéden október 3-án 15 órától a Művelődési Házban. Ünnepi műsorral a település óvodásai, diákjai készülnek, de a kecskédi német nemzetiségi dalárda és tánccsoport is fellép. A jelenlegi járványügyi szabályok előírásai szerint a rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Vándor Mackó kiállítás látogat Oroszlányra a Kölcsey Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiállító termében. Az érdeklődők meg annyi különleges plüssmackót és egy 3 méteres óriás macit is láthatnak. A tárlat egészen október 8-áig látogatható, minden hétköznap 9 órától este 6 óráig.
Következzenek péntek esti híreink még egyszer, röviden. 100 év megyei filmtermés egy előadáson a Kunidomokos Múzeumban. Zenei és prózai műsorral készültek a Színi Tanodába felvételizők Tatabányán. Ismét jótékonysági céllal várja Környe a megunt könyveket. Véget ért a Szarvasnász, már az Erdők hetére készülnek a Vértes erdőnél. A zene rendet teremt a csöndben, ünnepi koncert a Tatabányai Múzeumban. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 1-én péntek este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen régi felvételek között kalauzolhatnak, friss hírekkel pedig legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. A viszontlátásra!